Március 1-én játssza a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház Zelei Miklós Hubertus című drámáját a Nemzeti Színházban. Ennek a drámának az egyik főhőse Kapás Juli, aki az újpesti Törekvés kenyérbolt eladója, és Montág Ernő egy csepeli forradalmár. A helyszínek között is van Csepel és Újpest, ahogy egyébként már mi is beszámoltunk erről is. Kicsit végigjártuk itt az újpesti helyszíneket a darab szerzőjével, Zelei Miklóssal, aki most a vendégünk. Szerbusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Most, hogy így már közeledik ez a budapesti bemutató. Szerintem egyébként általában nem sokat számít, hogy egy irodalmi műnek mennyi valóságtartalma van, de mivel itt valós eseményekhez kötődik, sokszor valós helyszíneknek, így azért megkérdezem, hogy ennek a Hubertusnak mennyi a valós történelmi háttere? Hát ez abszolút valós történelmi háttérben dolgozik, vagy játszódik az esemény, az előadás, hiszen 57 és a 1989, ez a két fő dátum benne, tehát mondhatjuk úgy is, hogy a két rendszerváltás ideje, mert ugye 56 októberében a magyar nép elképzelt egy rendszert, és azt igen brutálisan váltották föl 56. november 4-e után. Gyorsan kipukkantották az illúziót. Pontosan. És a 89 pedig hát mindezt próbálta rendbe tenni, és a két főhős kiválasztását az indokolta, hogy ők voltak azok a munkás fiatalok, mondjuk így, ez ma már nem nagyon divatos szó, akik ezt a forradalmat annak idején végigcsinálták, és belőlük lett az az idős 56-os generáció, amelyik a rendszerváltás kanyarait már nem túl nagy sikerrel tudta venni, tehát többször ráfizettek, és ezt próbálja elmondani a darab, de ennél sokkal több minden is van benne. Sejtem a választ amúgy, de miért pont Csepel és Újpest? Hát ez közismert, amennyire 56 története a mai fiatalok körülben közismert, sajnos nem túlságosan. Pedig itt a lehetőség, hogy most ezt kifejtsd. Mert Újpest és Csepel tartott ki a legtovább. Újpesten november 12-én, 13-án még voltak események, és Csepelen pedig január 11-én még sortűz volt, és végigverték a munkásokat, és Csepelen a forradalmárok katonai fölkészültségéhez és fegyverzetéhez képest nagyon komoly ellenállás bontakozott ki. Ott a ellenforradalmi küzdelemben még repülőgépet is bevetettek a csepeli munkások ellen. Meg hát nem csak ez egyrészt az ellenállás, másrészt pedig ugye Újpesten alakultak az első munkástanácsok. Igen, plusz, nagy budapesti munkástanács is itt a környéken jött létre. Így van, plusz ugye mind a két helyszínen leginkább megszervezték talán a forradalom alatti életet. Ugye Újpest ez nagyon jellemző volt, hogy egy kis állam volt az államban, mert nagyon, nagyon szépen ezt... Ez öntevékenység nagyon jól kibontakozott, akkor még sok... Tehát túlmutatott ez a harcokon egy kicsit, pontosan, nem? Nagyon nagyfokú közigazgatási kreativitás volt az emberekben. Ezért is volt, én azután sok más ügyet is kutattam, és például fölmerült egy 60-as évekbeli szegedi ügy kapcsán, hogy az egyetemi ifjúságot azért olyan fokon tegyük tönkre, olvasható a 3x3-as jelentésben, hogyha bekövetkezik egy rendszerváltás, akkor azt már ne tudják végigvinni, ne legyen olyan erőteljes értelmiségi garnitúra. Tehát voltak itt szempontok, és nagyon jó szervezésben működött az egész. A darabban benne van az ominózus 57. május 1-i tömeggyűlés. Ugye arról az a köztudott, hogy Budapest népe boldogan kivonult a fölvonulási térre, és ott éljenzett. Na, ez azért nem egészen így volt. Azt lehet ma már tudni, hogy a munkahelyekről hajtották az embereket, tehát nem csak fölvonulni táblával, hanem tömegnek is. Tehát számon tartották, hogy ki fog elmenni. És ugye, ezt hadd mondjam el, 57. május 1-én indult a magyar televíziózás. És ennek nagy eseménye volt, hogy Szepesi György ott állt a közvetítő kocsival,
Ez sajnos nem maradt meg, mint adásanyag, mert akkor még nem tudott rögzíteni a televízió, néhány évnek kellett eltelnie, de sajtóanyaga azért van ennek, és hát ez egy közismert dolog. És akkor Kádár János véletlenül éppen arra járt. Arra tévedt, és Szepesi György akkor egy nagyon boldog interjút készített vele. Ez a következő problémákat veti föl. Ugye ma már tudjuk, hogy a Szepesi György fedő neve Galambos volt. Ma tudjuk, hogy rajta van az ügynöklistákon, és azt úgy el tudom képzelni, hogy május 1-én reggel az eligazítás a belügybe vagy valahol másutt milyen lehetett abban a tekintetben, hogy Szepesi elvtárs, hogyha Kádár elvtárs majd véletlenül arra jár a május 1-i közvetítéskor, akkor ez az anyag hogyan kerüljön adásba. Ez benne van ez a jelenet a darabban, és úgy gondolom, hogy nagyon nem az, hogy eljött az ideje, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, hanem éppen, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy késésben vagyunk. Megnéztem. Kicsit túl is futottunk ezen az időn. Túl is futottunk, már szinte annyit nyüstölődtünk ezeken a dolgokon, hogy már szinte ellenszenvet várt ki az emberekből, hogyha ezek a dolgok szóba kerülnek. Megnéztem most direkt a más dolgok kapcsán is, hogy a Dr. Zsivagó film mikor készült. 1965-ben Omar Sheriffel a főszerepben. Hát ugye ez az a film, amelyik hát először foglalkozik a gulág és egyebek problémáival is. És hát ehhez képest azért mi hát jó 50 éves késésben vagyunk, és azt nem tudom, hogy mit lehet behozni ebből a késésből. A Szepesi ügy kapcsán még annyit, hogy ugye lehetne őt mentegetni, hogy nem tudta, meg mit tudott, mit nem tudott, de hát azt, hogy ő aláírt ügynök, azt nyilván tudta. És azt is tudnia kellett, hogy 57-ig milyen, hány kivégzés volt, mert az minden esetben bekerült az újságba, és éppen, hogy a május 1-i nagygyűlés... Tudnia kellett, szerinted? Hát egy riporternek azért tájékozottnak kell lennie a napi sajtóból a politikai eseményeket illetően, és éppen a május 1-i tömeggyűlés sikere után kezdték kisebb betűkkel szedni a lapokban a kivégzési híreket. Addig elég hangsúlyosan jelentek meg. Tehát a riporternek, amikor a boldog kérdéseit föltette, tudnia kellett, hogy addig a napig, 57. május 1-ig hány kivégzés volt, ha pedig nem tudta, akkor alkalmatlan volt. Olyannyira kényes kérdés ez, mert látom, hogy ez téged foglalkoztat, nyilván a darabnak is része, igen. De hogy ugye eltelt a rendszerváltás óta már 27 év, még mindig görgetjük ezeket a dolgokat, más talán szerencsésebb társadalmak ezt jobban és gyorsabban földolgozták, lásd például Németországban, de lehet, hogy ezen túlhaladtunk, de te kötelességednek érzed, hogy erről beszélj, hogy erről írj. Annyira furcsa egyébként maga a téma, hogy még én is kissé feszengve hallgatom a Szepesi Györgyről szóló sztorit, és az ember, hogyha erről hall, meg erről olvas, akkor tényleg van benne egy ilyen kis kényszeredett rossz érzés, ami valószínűleg nem biztos, hogy lenne, hogyha persze ez nyilván nem az én tisztem eldönteni, hogyha ezt akkor földolgozták volna, és tabularázával nyitottuk volna új rendszer virágzását. Hát nem nyitottunk tabularázával. Nagyon nem. Ennek sok oka van. Szóval lehet-e ezzel valamit kezdeni? Arra utal a kérdés, hogy segít-e ezen az irodalom például, vagy a színház? Az irodalom az nagyon gyakran előtte járt a történelem kutatásnak. A szocializmus idején ez például egy kipróbált dolog volt, hogy a sváb kitelepítések, meg egyáltalán a kitelepítések dolgában például az irodalom, meg a szociográfia az hamarabb kezdett foglalkozni mint a témával, történelem. Mint a történelem, mert ott valahogy úgy jobban lehetett talán. És hát ezt a hagyományt őrizzük, hogy igyekszünk élen járni, akkor maradjunk stílusban
ilyen 56-as, 57-es, 89-es történetnél, és igyekszünk a dolgokat megfogalmazni. Amiről beszélsz, az ugye olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy éppen most folyik a MOSZ-nak, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a tisztújító szerveződése, lesz majd a tisztújító közgyűlés, és nézem a listákat. A Szepesi György az első körben, mint tiszteletbeli elnök szóba került. A második körben már kiesett. Azért Isten bocsássa meg, nem áll. Jó, a MOSZ az meg egy másik, térjünk vissza konkrétan a drámához, és mondjuk az újpesti vonatkozásokhoz, hogy ha már az újpesti szervezettségről beszéltünk, illetve arról, hogy mennyire reálisak vagy valósak a dráma kötődései, hogyha jöttem Kósa Pált is, az újpesti forradalmi bizottság vagy munkástanács elnökét is többször megemlíti. Ő is. A darabban többször is megemlítem, úgy emlékszem, de az előadásban egyszer, mert az ugye az úgy működik, hogy egy szövegkönyvhöz képest az előadás az mindig egy picit másmilyen, és ez jó is, mert ez így van rendjén. A rendező az kézbe veszi a dolgokat, és nem engedi, hogy a szerző alattán túl irodalmizálja a dolgokat. Ezért van mindig gond az élő szerzőkkel, nem? Tehát, hát hogy, igen, hogy de... Bele tud szólni. Szerintem én ilyen szempontból ideális szerző vagyok, mert hagyod, hogy a színház csinálja a maga dolgát? Én hagyom, hogy az én szempontom az, hogy azt figyelem, hogy azt mondja el, amit én szerettem volna elmondani. Ha ez így van, akkor, hogy most melyik kiváló mondatom esett, és hogyan, az akkor egy mellékes történet, mert nyilván oka van annak, hogy az esett. Bár az tehát nem fáj a szíved a kiváló mondatokért? De fáj érte a szívem. Fájértük a szívem, de megértem, hogy az előadás dinamikájában arra már nem volt szükség. Mert ugye azt tudjuk, hogy az emberi kommunikációban a szavak azok körülbelül 20%-nyi helyet foglalnak el, az összes többi az testbeszéd, arcjáték, gesztusok, egyebek, és hát ott is ugye a játék, jönnek, mennek, leterítik egymást, mosolyognak, sírnak, és ott időnként feleslegessé válnak a szavak, a szerző meg sírhat a tisztelet jeggyel a helyén, hogy na hát ez is kimaradt, meg az a szép mondat is kimaradt. De ezt egyébként te valamennyire figyelembe veszed, amikor például drámát írsz, hogy ebből jó esetben, hiszen a dráma mégiscsak azért íródik, hogy ebből jó esetben egy színpadi produkció lesz, és a verbalitást olykor fölülmúlja majd egyéb kommunikációs és igen, kifejező forma. Úgy veszem figyelembe, nagyon jó a kérdés, úgy veszem figyelembe, hogy arra figyelek, hogy mondható mondatokat írjak. Hogy ez minden esetben sikerül-e, azt nem tudom, de azért azt igyekszem, hogy a ilyen 15 soros, többszörös mellékmondati áttételeket ne hozzak létre, hanem mondható mondatokat, hogyha ezt én is ki szoktam próbálni. Hogyha én nem tudom kimondani, akkor valószínűleg a színész sem fogja tudni kimondani. Nagyon gyakran a munka közben felolvasom magamnak a mondatot, és figyelem, hogy na ezt ki lehetett-e mondani, milyen ezt hallani, és ha borzasztó, akkor bármilyen fontos is nem írom le. Ennél a drámánál például mondjuk a valós helyszíneket mutattátok be már itt a Csernus János kollégával az UK TV adásában, és jártatok erre-arra, például törekvés kenyérbolt, az létezett? Az a kenyérbolt, most már a nevére nem emlékszem, az a kenyérbolt, ahol a sorban álló emberek közé lőttek Újpesten, az létezett. Ez egy valós sztori, ezt egy folyóiratnak az Újpest külön számában olvastam. Nagyon sokat olvastam, egy fél évig írtam a darabot körülbelül, és 3 évig olvastam hozzá előtte. De rengeteg fölösleges, de nagyon jó, nagyon érdekes ismeretre tettem szert tényleg, és az úgy működik, hogy az ember elkezdi, amiket olvas, elkezdi kijegyzetelni, akkor van ennyi, azt újraolvassa, elkezdi kihúzni, marad ennyi. Azt is szelektálja. Azt is, és akkor az egészbe beletolja a fantáziáját. Aha. És ha a kettő az sikeresen vegyül, akkor létrejöhet valami jó. Mi hát ugye mind a ketten tudjuk, hogy
a szerkesztés alapelve, és ez egy konvertálható tudás, az mindig az, hogy az erősebb mindig kiszorítja a gyengébbet. Igen, még ha van, az embernek fáj is a szíve miatt. Igen, és vannak politikai helyzetek, amikor ez fordítva van. Emlékszem, hogy mondta azt nekem valamikor a 70-es években a főszerkesztő bácsi, hogy tehát elejékém, ez itt nagyon világít, ezt húzzuk ki, kicsit itt beszürkítjük, és akkor mehet az egész. A legjobb a szürke, abból nem lehet semmi baj. Pontosan. Se tehát, ilyen, se olyan. Tehát az erősebb mindig kiszorítja a gyengébet, és ez is így működik, hogy halad előre a dolog, elég sok meló, mert ugye helyzeteket, szituációkat kell kitalálni, ezt el kell képzelni, ott látni kell magad előtt az íróasztalodon, csinos színésznőket, és a... Igen, ez egy nagyon érdekes a dolog genezise igen. kapcsán, hogy tudtad, hogy valami ilyen jellegű témáról akarsz írni, vagy pedig volt egy figurád, volt mondjuk a Kapás Juli, és akkor akköré teremtettél egy világot, amihez kellett annyi realitás, vagy reális tér, idő, hogy ehhez olvas 3 évet pluszban. Ez nekem ez a dolognak a nagy része a saját történetem volt, csak egy picit későbbi korszakból, a 60-as évek közepéről, mert 56-57-ben én még kisfiú voltam, ilyen 48-ban születtem, akkor még 10 éves se voltam, de a 60-as évek közepén már pontosan megtörténtek azok a dolgok, amelyek egy ilyen rendszerben egy romantikus, sokat olvasó gyerek fejében létrejönnek, és akkor azokat elkezdi megvalósítani, vagy megpróbálja, hát ugye nem tudja megvalósítani, de megpróbálja. Tehát ezek nekem saját történeteim voltak, és később tudtam meg aztán, hogy mifelett jártam én valójában akkor, sokkal később tudtam meg, és akkor ezt az egészet így beletoltam ebbe az 56 utáni világba, és ez valahogy így jött ez. Ezt hogy érted, hogy mifelőtt jártál? Hát, hogy mi történhetett volna abból, hogyha micsoda szakadék fölött sétálgattunk ott néhányan. Csak nem tudtak. Nem, hát azt hittük, hogy egy viszonylag kedves, jó világban élünk. Igen, hát nyilván ez volt a kedves, jó világnak a fő kirakata, nem? Hogy pontosan. Az ember azt higgye, hogy azért a színházban szerintem alapvetően a legjobb előadásokban bizonyos mértékig mindig boncolgat valamiféle szerelmi szállat. A szerelem azért az egy fontos dolog, az érzelem, az vagy mondjuk inkább érzelme. Itt mennyire fontos a szerelmi szál? A szerelmi szál, is mondták Ernő. Szerelmi szál a legfontosabb a világon. Én, ugye? Nekem a kedvenc darabom a Rómeó és Júlia. Azt minden évben legalább egyszer elolvasom. Azt nem tudom, hogy most hogyan lehet kommunikálni ezt a kifejezést, hogy veronai szerelmesek a buszbaleset után, de hát valahogy mégis vissza kell térnünk az életbe, és a két dolognak valahogy meg kell tanulnia egymás mellett létezni. És hát az a legfontosabb, a szerelmi szál. Ha már így csináljuk ezt a beszélgetést, akkor hadd mondjam el, most az elmúlt hetekben, pláne hogy beteg is voltam, igyekeztem minél többet olvasni, és a testbeszéddel foglalkozó könyveket olvastam, és volt egy ilyen könyv, David Cohen, annak a könyve a Szexbeszéd, és valami ilyesmi volt az alcíme, hogy a szerelem testbeszéde, vagy nem emlékszem már, és abban volt egy... Ő az, aki ilyen színész szakmai dolgokat is írja. Igen. Ez nagyon, nagyon jó könyv úgy egyébként, hogy sok jó ötletet, meg gondolatot inspirál, és abban volt egy ilyen, most megértettem, mi az, hogy a napnyugat alkonya, mert a négy szem közti együttlét alfejezetében volt egy ilyen mondat, hát remélem ennyi még belefér a műsorba, hogyha, és akkor, ha bekövetkezik a zavarba ejtő erekció. Na mondom, megérkeztünk az önkasztráló társadalmakba, ugye az európai kultúra is, meg hát akkor úgy látszik a prűd amerikai is, hogyha kivágja magából, kizárja magából a teremtő erőt, akkor jutunk körülbelül el oda, ahol most vagyunk, hogy a zavarba ejtő teremtő erő, mert hát ez végül is azt jelenti, hiszen a művészetben, meg egyáltalán a történelemben, bármiben
a legeslegfontosabb dolog a szexus, hogy valamit meg szeretnék csinálni. De pont ezért jó az irodalom, meg a színház, igen. Nem? Hogy egyrészt foglalkozhat ezzel, másrészt pedig azért a jó színházban ez a zavarba ejtés, ez benne van, nem? Hát igen, és ezért akkor, nézzük. És akkor születnek ezek a könyvek, és már azt tanítják, hogy ez nem jó. És akkor mi a jó? A megnyugtató impotencia? Gondolkoztál ezen betegen tovább? Gondolkoztam ezen, de a fülem fájt, nem a többi testrésze. Jó, ugye Beregszászon mutatták be ezt az előadást tavaly novemberben. Igen. Tehát pont a 60. évforduló... Előestéjén, november 3. November 3. előestéjén, és ez ugyan technikai kérdés, vagy technikára, vagy a körülményekre gondoló kérdés, de miért pont Beregszászon, miért nem idehaza? Hát mert ez a Beregszászi Színház. A produkciója. Egész de nekik is írtad eleve? Hát már én dolgozom velük együtt régen, volt a Zoltán újra temetve, az is az ő produkciójuk, illetve úgy a Beregszászi, hogy a Gózon Gyula Színház, a Gózon Gyula Kamara Színház az budapesti, és a Beregszászi Színház közös produkciója. Tehát afféle koprodukció. Koprodukció, és a Szabó Ágnes a Gózon Gyulának az igazgatója, a producer. Tehát ez így jött létre ez a dolog, mert úgy látom, hogy általában kell egy, nevezzük így, anyaországi színház ahhoz, hogy pályázni lehessen pénzekért, mert hát azért ez valamennyi pénzbe is kerül egy ilyen dolognak a létrehozása. Hát általában ezt mondhatjuk, igen. Igen, és mi tudjuk. És akkor ez így jött létre. Egy picit gazdagabb színpadban gondolkoztam a szövegkönyvnél, tehát emiatt estek dolgok, mert az egész ugye a Beregszászi színpadra lett megcsinálva, és az nagyon hasonlít az újpesti színpadhoz. Nincs benne sűjesztő például, meg nincs kivetítő háttér lehetőség. De szegény a színpad elősegítő akkor a fantáziát, nem? Pontosan, de ez már a rendező dolga volt szegénynek, Berettyán Nándor. Az ő fantáziája indult meg. És érdekes egyébként, bocsáss meg, hogy beleakasztom a szót, megakasztalak, de hogy az is érdekes, hogy Berettyán Nándor egy fiatal ember, nem? Tehát, hogy nagyon távol van ezektől. Hát még 25 éves sincs. Nagyon távol van ezektől az eseményektől, de ez talán adhat egy pluszt, hogy nem is rakódtak rá ezek a fajta rétegek, amiket mondjuk egy kortárs, vagy egy a rendszerben sokáig élő emberre azért pontosan. Automatikusan. Engem nagyon is érdekelt, hogy ebből a korosztályi találkozóból mi jön létre, és én nagyon örülök a Nándor ténykedésének, ahogy ehhez az egészhez hozzáfogott és megcsinálta. Na de mi jött létre ebből a generációs találkozóból? Ezzel zárjuk, hogy legyen egy ilyen kis ajánlós ebből, jellege a dolog. Hát ebből egy kiváló darab, egy kiváló előadás jött létre, és az került bele az előadásba, amit egy mai fiatal rendező, egy mai fiatal értelmiségi fontosnak tart, és én ebből arra következtetek, hogy akkor sikerült talán eljuttatni az ő korosztályához is ezt a dolgot nagyobb erőkkel, mint hogyha ilyen öreg urak, mint én csinálták volna meg a dolgot. Ő az én, mondjuk így az én öreg tapasztalataimhoz önzetlenül hozzáadta az ő ifjúságát. Mondtad, hogy neked az a fontos, nem az, hogy most kiesik-e egy-két mondat, vagy nem, de hogy azért a darab konkrétan, vagy a színpadi megvalósítás azt mutassa, vagy azt mondja, amit azért te is akartál mutatni, vagy mondani. Ez esetben? Ez teljesen létrejött a Nándor féle rendezésben. Milyen volt a fogadtatása az előadásnak? Hát ugye ott kényes helyzetben vagyunk Kárpátalján, mert ha magyarul hangzik el egy előadás, annak rögtön már garantálható valamilyen fokú sikere. Éppen ezért kérdezem. Ez annál nagyobb sikert aratott. Remélem, hogy vették a dolognak az üzenetét is. Nem csak azt, hogy magyarul működik a színház, mert ugye most ott elég nagy bajok vannak a magyar nyelvhasználat tekintetében. Tehát minden, ami magyarul... Ez valószínűleg mindig is így volt, nem? Hogyha hát voltak könnyebb idők most. Meg voltak nehezebbek, de persze. Egy kolozsvári barátom mondta egyszer, hogy a kisebbségi lét, ember alatti lét, és ezen ő azt értette, hogy ha valamit felépítesz, megvalósítasz, elkezdene működni, akkor összeül valamelyik hatalmi központban a
a hatalmi centrumhoz egy másik törvényt, és azzal 10 évi munkádat megsemmisítette, és kezdhetsz előről dolgozni ugyanazért, amit egyszer már megcsináltál. És ez megy azért már évtizedek óta, hogy dan-dan-dan-dan, ez az örökös frocli. Ahogy mondtad, hogy amíg a Beregszászon magyarul játszanak, az már eleve jelent valamit. Igen. Ennek tükrében szerinted ezt mást fog jelenteni ez előadás Budapesten a Nemzetiben? Biztosan. Biztosan mást. De hogy mit fog, azt majd azt akkor tudjuk meg. Azt akkor tudjuk. Szívesen elmondom majd. Meg hogyha megnézzük, akkor tudjuk meg azt is, hogy ebből egyáltalán nem derült ki, amiről most beszéltünk ez idáig. Nem is akartuk. Hogy miért Hubertus a címe például. Hát, azt meg tudom mondani. Van is egy ilyen szereplője. Az az Hubertus, itt az embervadász. Ugye a hatalmi főemberek ugye mindig szerettek vadászni. Aha. És a Kádár János is nagy vadász volt, és meg a többiek is. Sorolhatnánk ezt szerintem végig nélkül. Sorolhatnánk, és itt a Hubertus az embervadász. Direkt azért írtam a címben SZ-vel, hogy a különféle márka tulajdonosok megkíméljenek minket a reklamációktól. Igen, vagy pedig nekem töménysz ezt fogyasztani. Pontosan. A címkével előre az előadás minden egyes pillanatában. Igen. Szóval a vadászat alapelvei. Az embervadászat. Az embervadászat alapelvei. Látsz arra esélyt, hogy esetleg ezt a vadászatot Újpesten is lássa? Én nagyon szeretném elhozni, hát itt van egy kiváló színház, befogadó színház, a színpadi paraméterek azok szinte teljesen ugyanazok, mint a beregszászi színpadé, úgyhogy az Isten is arra teremtette az előadást, hogy Újpesten esetleg ne csak egyszer, hanem többször is bemutathassuk. Legyen így, de amíg ez nem így van, addig is láthatják ezt az előadást március 1-én a Nemzeti Színházban, tehát Zelei Miklós Hubertus című drámája a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában. Zelei Miklósnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.